csak az a miénk, amit másokba átültetünk, másokkal megértetünk, elfogadtatunk. Tarkároly erdélyi magyar író soraival szeretném Önöket köszönteni a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár nevében, sok szeretettel, és köszönjük szépen, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Külön szeretném köszönteni dr. Szabó Zoltán nyugalmazott polgármester urat, a Magyar és Egyetemes Kultúra lovagját, Rónyai László, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájának a vezetőjét, Danajka Fejes Nikolettet, a Nemzeti Művelődési Intézet Szolnok megyei munkatársát. Köszöntöm a Finta Múzeum munkatársait. Köszöntöm Kovács István nyugalmazott igazgatónkat, valamint dr. Őrsi Juliannát, a Helyi Értéktár Bizottság vezetőjét. Másképp harcol a közösségért is, aki a kisebb közösségnek, egy népes családnak az életében naponta érzi és viszi a többekért való felelősséget. Márton Áron erdélyi katolikus püspök mondta ezeket a sorokat, és gyakorlatilag akkor, amikor az intézményünk csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet felhívásához, arra vállalkoztunk, hogy újabb közösségeket hozzunk létre. Így alakult, hogy beneveztünk a helyi értékeink közül, illetve nem csak a helyi értékeink közül, hanem a magyar értékeink közül a kosárfonásba, a hímzésbe, illetve a gyöngyfűzésbe, és három szakkört alapítottunk. És engedjék meg nekem, hogy külön köszöntsem a mentorainkat, akik segítséget nyújtottak nekünk ahhoz, hogy ezek a szakörök létrejöhessenek, és szakmai tanáccsal elláttak bennünket. Így köszöntöm Nagy Istvánné Esztikét, a Népi Díszítő Művészeti Szakkör vezetőjét. Takács Andrásné Milcsikét, gyöngyfűzőt, aki szintén nagyon bennünket. Valamint Luka Lajos és kedves feleségét, a kosárfonás nagymesterét, és ezzel az alkalommal is, amit nem győzünk eléggé hangsúlyozni, hogy köszönjük szépen a munkátokat, és továbbra is szeretnénk számítani a segítségetekre. A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. A hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Sebő Ferenc, a Nemzetművészeti címmel kitüntetett Kossuth Díjas népzenekutató mondta ezeket a sorokat, a Táncház mozgalom egyik elindítója, és ezzel a mottóval szeretném behívni, akikre nagyon büszkék vagyunk, a Kistücsök Néptánccsoport itt lévő tagjait, vagyis hát a tánccsoport egy részét, akik majd meg fogják látni, mert nem is annyira kistücsök, hanem szép szál virágok. Segítségért, amivel segít bennünket. Dunántúli ugróst fognak látni.
Szeretném megköszönni a Kisticsök Néptánc csoportnak, és különösen a vezetőjének egy Szál Virággal, illetve nagyobbnak egy kis masori, amivel készültünk Gázsi Gyanán. Nagyon szépen köszönöm. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a hagyományaink ápolására, azért is választottunk egy néptáncot a mai bevezetőnek. És tulajdonképpen abból ered, a hagyományunk tiszteletéből eredhet az is, hogy csatlakoztunk ehhez a szakkör felhíváshoz, a Nemzeti Művelődési Intézet felhívásához, és megszülethettek ezek a gyönyörűségek. Tisztelettel kérem Rónyai Lászlót, a Nemzeti Művelődési Intézet Jászló-Vármegyei igazgatóságának vezetőjét, hogy mondja el köszöntőjét. Tisztelettel köszöntöm a kiállítókat, vendégeket. Megtisztelő számomra, hogy ezt a szép, igényes kiállítást nyithatom meg Túrkevén, melynek témája három fajta tevékenységet ölel fel. A Nemzeti Művelődési Intézet felismerve az emberek bezártságát, közösségi és személyes kapcsolatokban meggyengült mindennapjait, a koronavírus járvány időszakában legelsőnek 2021 őszén 7 fajta kézműves szakkörök indítását jelentette be, melynek az volt a célja, hogy minimum 5 fős kézműves közösségek jöjjenek létre a településeken. 2022 őszén újból immár 15 típusú kézműves alapanyagokra és eszközökre lehetett jelentkezni, így Túrkeve a hímzés, vesszőfonás, gyöngyfűzést választotta. A szakkörök eszköz és alapanyag szükségletét biztosító szakkörtámogatási felhívásra közel 4000 szakkör indításával jelentkeztek a települések művelődési házai, így közel a 2 év alatt már 19 000 fő részvételével indult el országszerte. A kézművesek kreativitásukat már évezredek óta különböző alapanyagokat kifejezik, az anyagot megformálják, nem csak az utókornak, hanem a jelenlévő korember számára is. A tárgyak kialakulása függetlenül attól, hogy szabad vagy jobbácsoportban tartozott, kistemes vagy pásztor volt az illető, a falusi parasztság múltjában, életmódjában gyökeredzett, elkészítésüket a paraszti értékrendszer irányította. Ők építették fel a tárgyi világukat és használták azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyeket javarészt maguk készítettek. A használati funkción túl a tárgyak művészeti értékről, emberek közti kapcsolatokról, ünnepekről, közös nyelvről is tanúskodnak. A több hónapnyi munka után elérkezett a pillanat, hogy bemutassák a szakkörök tagjai, mit készítettek. 2-3 heti foglalkozások alkalmával fokról fokra fejlődtek, tanultak új eljárásokat, módszereket. Nagyon fontos azt is megemlíteni, célunk az, hogy a közösségek a kiállítás után is megmaradjanak, tervezzék együtt a jövőt, a szakkör folytatását. Az ékszer, a gyöngy ősidők óta minden népi kultúrában megjelenik. Lehet ajándék, díszíthetjük vele ruhánkat, esetleg lakókörnyezetünket. A gyöngyfűzés folyamatosan meg tud újulni, mert mindig van új alapanyag és hozzá új ötlet. A formák és színek kavalkádjával rengeteg lehetőség adódik a kreatív tevékenységre. A vesző vagy kosárfonás a fa megmunkálásának egyik legősibb szerkezeti formája. Története a legrégebbi időkig nyúlik vissza, és valamilyen formában az alapanyagtól függően szinte minden népnél jelen van. A vesszőfonás technikáját a magyarság valószínűleg jóval a honfoglalás előtt ismerte. A durvább munkájú, hámozatlan vesszőt használó kaskötést a folyók, vizes területek és erdők közelében élő falusi lakosság házi munkaként végezte. Napjainkra a háziipari kosárfonás olyan településeken maradt fenn, ahol a természeti környezet adottságai a kaskötést már korábban fölvilágoztatták. Az emberiség megjelenése óta fejlődő, mára már hihetetlen technikai gazdagsággal rendelkező szakág a hímzés. Generációról generációra megújuló képes önmegvalósító, nyugtató tevékenység, itt a kunság történt pedig élénkkel folytatják a kunhímzés hagyományát is. Számos hímzés típus a hungarikumok gyűjteményét is gyarapítja, mondom csak a matyóra, kalocsaira, beregire, sárközire. Az ilyen apró közösségek tudják elérni azt, hogy ezek a kézműves tevékenységek fennmaradjanak,
alkalmazkodjon a 21. század kihívásaira. Az egyének kreativitásai azok, amelyek átmenthetik ezeket az értékeket, majd, amelyeket majd a következő generáció fog oktatni, majd bemutatni kiállításokban. Ez a mi közös küldetésünk a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtárra együtt, olyan közösségek létrejöttének elősegítése, melyek kötelező 20 foglalkozás után is megmaradjanak, együtt alkossanak. 2023 őszén ismét újabb szakkörök indulnak, melyhez reményeim szerint túl kevés csatlakozik újból. Az ilyen kis közösségekben olyan erő rejlik, mely alkalmas arra, hogy nem csak az élethosszig tartó tanulást teszi lehetővé, hanem értéket mutatnak fel, őriznek, mely a fiatalabb generáció számára is követendő. A foglalkozások alatt kialakult közös normák és annak betartása nélkül nem működik közösség. A működő közösségek egyik legfontosabb jellemzője az, hogy az egyén képes a saját érdekeit a közösség érdekei alá rendelni. Sok ilyen közösségre van szükség ebben a rohanó világban, ahol az alkotás folyamata egyben kikapcsolja az alkotót. Ezek az alkotások, díszítő elemek az elmúlt 3 évben készültek, melyhez ezúttal is gratulálok a készítőknek. Azt kívánom minden kiállítónak, hogy sokan nézzék meg a kiállításukat, beszéljenek róluk a városban, és még sokat és szépeket készítsenek. Egyúttal megköszönöm a szakkörvezetőknek, a Művelődési Ház munkatársainak, hogy támogatták a tevékenységüket, helyet biztosítanak a kiállításnak. Legvégül Bodor Ádám író idézetébe zárnám a gondolataimat. Egy település rangját, méltóságát nem csupán az épületek külseje szabja meg, hanem az, ami a falak között történik. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, hogy ezt igazgatunk a megható gondolatokat, és megpróbáljuk megtenni azt, ami tőlünk telik a továbbiakban is. Ezeket a jelenleg már létrejött közösségeket szeretnénk megtartani, ez szándékunkban áll. Aztán majd meglátjuk, hogy a következőkre lesz-e elég időnk. Tulajdonképpen, mert attól függ sok minden. És most a kedves vendégeink, engedjék meg nekünk, hogy a szakkörök tagjainak egy-egy emléknapot adjunk át. Így szeretném először a hímzés szakkörben résztvevőket kiszólítani, és Nagy Néztikét szeretném ide szólítani, Nagy Istvánnét, a Kurkevenyét, a díszítőművészeti szakkör vezetőjét, a szakkörünk mentorát. És szeretnénk egy emléklappal és egy szálvirággal megköszönni a munkádat Esztikenek, és külön köszönjük, hogy mindig számít a kifár. Barnáné Finta Anikó. Az emléklap szövege pedig a következő: a Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett hímzés aszakkörben való kiemelkedő részvételért. Köszönjük szépen! Bencsik Ferencné. Rózsika se szeret szerepelni, de szeretném megköszönni ezzel a kis emlékkel, hogy segít a szemünkben. Kis Józsefné, őt nem láttam, hogy jött volna. És a végére hagytam Petőné Fábián Erzsébetet, aki mind a 3 szakkörben a nagyon aktív szerepet játszott, és tulajdonképpen az ő munkájának köszönhető, hogy ezek a szakkörök létrejöttek. Egy kis tartalmat fel a papírjuk. Oda is. Ez tényleg. És még...
Bücskéd, aki szintén az első szóra elvállalta ezt a... Gyere, Bücske, nyugodt! A segítségnyújtást, és nagyon köszönjük, hogy minden hívósz, amikor itt vagy, és segíteni munkánk, szeretném megérni. Barna Barbara, ő nem tudott itt eljönni. Ancsám, hadd vagy neked oda, jó? Akkor ide, így gyűjtöttük a felnézést. Petőné Fábián Erzsébet, Tóth Imréné, Icuka néni, gyere tőlem. És szeretném megköszönni, hogy csatlakoztál ez a kis klubhoz, és tovább, ez is szeretném, hogyha Veres Ildikó Andrea. Ígérem, nem sokáig kell itt lenni. Neked is szeretném megköszönni, hogy csatlakoztál, és örülünk, hogy itt él. És a továbbiakban is szeretnénk számítani otthon. Köszönöm szépen, hogy nem szoktunk. Köszönjük szépen, igen. Jó lehet. És a veszőfonás szakkör utoljára, mert ugye a mentorunk egy férfi ember, Luka Lajos, akinek szintén nagyon sokat köszönhetünk. Tessék szíves, ide várjuk. Tanulhattak a csoport tagjai, és nagyon sok köszönettel tartozunk, hiszen Lajos a saját műhelyébe fogadta a csoportot, mert ott van minden eszköz hozzá, minden lehetőséget ott találtak meg, úgyhogy folyamatosan ott voltak a szakkori foglalkozások. Ezt külön szeretnénk megköszönni, mert nekünk erre nem lett volna helyünk. És egy ilyen kis köszönjük szépen! Egy finom rozé. Megiszunk! Rajtam nem fog ki. És egy szál virággal Luka Lajosnénak is szeretnénk megköszönni a hozzám való jó köszönjük szépen a segítséget! És természetesen jártam érzem, és elfelejtem magadni. Banáné Finta Anikó. Köszönjük szépen a közreműködést. Kurgyis Lajos. Az egyszer fiú, és ő vállalt el a veszőfonás szakkör vezetését is. Köszönjük szépen! Petőné Fábián Erzsébet, Szécsi Andrea, akiről elpratkálunk, hogy a továbbiakban is szeretne a veszőfonással foglalkozni. Tehát komolyabban is, nem csak mint szakmai tagként, hanem még komolyabban. Veres Ildikó Andrea! Ildinek is nagyon megtetszett ez a veszőfonás, és úgy tudom, hogy neked is vannak terveidre. Köszönjük szépen! És Lajos bácsiknek szeretnék megköszönni azt a sok mindent, a finom kávét, a sok türelmet, azt a heteken eltartó, nagyon szuper volt ott el, úgyhogy nem is tudom, hogy pénteken te hogy fogjunk lelépni meg egy Lajos bácsihoz, hogy el tudjunk menni, majd Rozikától érezkedünk, és szeretnénk mink is folytatni.
A lányok azok nagyon aktívak most. Igen. És köszönjük mindent, hogy ezzel a kis csomaggal szeretnénk megköszönni ezt a sok türelmet, meg ezt a sok szép dolgot, amit átletszettek nekünk adni. Mert ez egy csodálatos mesterség, és azt gondolom, hogy örülünk, hogy beletekinthettünk egy kis időre is, és ilyen dolgokat alkothatunk, és köszönjük szépen. Biztos az a 63. éves és szeretnénk megköszönni, hogy a Lacinak, hogy elvállalta a kiállítás megnyitóját, és hogy eljöttek ide közünk. Gratulálok mindenkinek a munkához, nagyon szép volt a Azt hiszem, hogy a lényeg sikerült, az áthagyományozódás, ami a népművészetnek a lényege, hogy átörökítsük a fiatalabbakra az őseinktől tanult mesterségeket, a hagyományainkat. Tekintsék meg a kiállítást, és egy szerény kis vendéglátással is készültünk egy kis beszélgetés mellé. Köszönjük, hogy eljöttek közünk, érezzék továbbra is jól.